A hét utolsó napja és a jövő hét első fele is napos, gomoly felhős, csak helyenként előforduló záporokkal, kisebb zivatarokkal tarkított koranyárias időjárás tartogat számunkra. A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 23 és 27 fok között várhatók. Ma éjszaka is derült, csillagfényes, nyugodt időre van kilátás. Térségünkben 14 és 17 fok körül alakulnak az éjszakai minimumok. Vasárnap a tartósan napos, illetve erősebben felhős területek, valamint időszakok váltják majd egymást. Ezekből csak néhol lehet egy-egy zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt északkeleti szél mellett 23-24 fokos maximumokat mérhetünk. Hétfőre napos idő körvonalazódik térségünkben, de erőteljes lesz a gomoly felhő képződés is. Vajdaság számos pontján alakulhatnak ki záporok vagy zivatarok, általában mérsékelt marad a szél, 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kedre változó felhőzet lesz jellemző, a képződő gomoly felhőkből többfelé zápori zivatar kialakulására is számítani kell. Élénk lesz az északkeleti szél, várhatóan 25-26 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Szerdán a több órás napsütés mellett erőteljesen felhős lesz felettünk az ég, de több helyen lehet csapadékra is számítani. Élénk északi a szél mellett 26 fokos maximumokra lehet készülni. Csütörtökön többnyire napos időjárást jósolnak a meteorológusok, csapadék nem várható. Élénk erős lesz az északi a szél, 23 és 26 fok közé melegszik a levegő. Vidékünkéhez nagyon hasonló, kissé gomoly felhős, változékony időjárásra készülhetnek a régió országaiban élők is vasárnap. A Szeged, Belgrád, Nis, Bukarest és Temesvár közelében élők 20 fok feletti hőmérséklet mellett elszórtan záporra vagy zivatarra is számíthatnak. A Szarajevo közelében élők napos időjárás mellett mindössze 17 fokot mérhetnek, míg Podgoricán és a szerb fővárosban 25-26 fokig kúszhat fel a hőmérő higanyszála.